Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, Monóról, itt vagyunk a vasútállomás előtt. Hát még eldől az utcafronti részről, szerintem nem is láttam a felvételi épületet, majd nézem egy kicsit távolabbról. De a mai videóban egy kilátózás lesz majd, mégpedig a Slázsahegyi kilátóra fogok felmenni, ha sikerül. Innen körülbelül egy 4 km, viszont emelkedő végig, úgyhogy azért valóságban több lesz az. Ezt nézzétek. Az utca frontja a vasútállomásnak. És pont jött egy vonat. De ez egy áthaladó. Hát elő még soha nem láttam. Ha le is szálltam, az is mindig a másik oldalon történt. Ezt nézzétek. Okos biciklit árulok, vagy ilyet sem láttam még. És itt pedig... Ott van egy az egy Trianon emlék, az bizony Székelykapu van, ezt majd le is fotózom. És erre kell menni. És itt van a Trianon emlékmű. És akkor arra fele kell majd tovább menni. És itt van a kilátó. Sikerült feljönni. Egyébként annyira durva meredek szakasz nem volt benne, mint számítottam. Jó, mindjárt fölmegyek és megnézem, hogy mit lehet onnan látni, mert azt hittem magasabban van, de szerencsére hatalmas emelkedők nem voltak. És itt vagyunk már a hegynek a tetején. És egyébként boros pincék is vannak minden irányban, ugye Szőlőhegyről van szó. És akkor felmegyek és szétnézek odafent. És így ma a kilátó tetejére a kilátás. A szőlők. És egyébként van itt tájékoztató tábla, hogy mit látunk. Hát, ha a látás viszonylag kicsit jobbak lennének, akkor jobban lehetne. Kicsit pozícionálni. Egyébként errefele vannak valahol a rádiótornyok, amiket egyszer már bemutattam. Ott vannak. Ott van mindegyik. Hát a vasútállomás egy kicsivel arrébb van, hát azt innen nem lehet látni. Arra elnézve pedig az autópálya, meg a négyes út. Most éppen az melyik. Arra fele pedig már a Széchenyi, meg a hármas határhegy van. Ott egy templomtorony. Ez viszont az M4, ez az autópálya. És azon az úton jöttem. De van itt egy másik, és megpróbálok visszafele erre menni. Emelkedőre már nem kell számítani. És ez van alattunk. Ez egy egyszerű pihenőhely. És itt megy egy út, hát ennyi, aztán ketté ágazik. Szerintem nekem majd balra kell menni. Az lenne a logikus. És akkor kis repülőspotting, éppen száll le valami. Hát megmondom őszintén, nekem most fingom sincs, hogy ez milyen repülő. Kint vannak már a futóművek is. Mindjárt állandóan Feri hegyen. Igen, akkor az unnám már nem megy. Nem tudom már rajta tartani folyamatosan. Hát ilyen rázató út van lefele, és ezt nézzétek, ezek bizony nagy vasúti vasbetonaljak. Kicsivel arrébb megyek, és akkor megmutatom, hogy ott arra fele még van olyan is, ami szinte teljesen kiáll a földből. Bizony, ezek bontott betonaljak. Szerintem a töltést támasztják vele, de nem semmi. Az meg lehet, hogy kis vasúti. És azon van rajta a jelzés, hogy tényleg, hát minden esetre, ha mindig lefele megyek, akkor nagyon nem tévedhetek el, előbb-utóbb meg fogom találni a vasútállomást. Igen. Betonaljak. Csak ezzel még rendesen biciklizt is lehet, mert rázat. És akkor a Slázsahegyi kilátós videónak a végére értünk, egyenre még van 20 perc a vonatig, addig itt rainspottinggal töltöm az időt. De úgy is ráérek, hát jön még valami, egy hosszú tehervonat már jött, mióta itt vagyok, úgy körülbelül egy 5-6 perce. Úgyhogy reménykedjünk, hát jön még valami. Egyébként a vasútállomás az arra fele van, és majd a személyvonat az első vágányra fog beállni. És itt végig is lehet biciklivel menni egészen a peronig. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!